Serdecznie witam naszych przyjaciół z Polski w Nyíregyházán. Lengyelül köszöntötte a vendégeket dr. Kovács Ferenc Nyíregyházán. A két nemzet között történelmi a kapcsolat, már az Árpád korban családi kapcsolatok fűzték egymáshoz a két uralkodóházat. A március 23-ai Lengyel-Magyar Barátság napjának nagy hagyománya van Nyíregyházán, de a testvérvárosokkal évközben is folyamatosan aktív a kapcsolat, bár a pandémia idején ez is az online térbe szorult. Tavaly ünnepeltük Zsesóval a 25 éves testvérvárosi jubileumunkat, és Gorlicével a 15 éves partnervárosi kapcsolatunkat. És ősszel, amikor a járványhelyzet ezt lehetővé tette, a Tirpák Fesztivál keretében megrendezett testvér és partnervárosi találkozón megerősítettük mindkét várossal a jövőbeni együttműködési szándékot is. Tisztelt vendégeik! Történelmük során a lengyel-magyar barátság szüntelen erősödése, egymás megsegítése mellett olyan tragikus eseményeket, háborúkat kellett mindkét népnek átvészelnie, amelyek sokszor mérhetetlen áldozatokkal és érthetetlen pusztulással jártak. De akárhogy is alakultak a politikai és hatalmi viszonyok Európában, a nemzeteink közötti rokonszenvet és barátságot nem csorbították, inkább erősítették azt. A Lengyel Köztársaság konzulja beszédében kiemelte, érdemes emlékezni rá, hogy a nehéz időkben is egy oldalon állt a két nemzet. Emlékezzünk a szabadságharcban harcoló lengyelekre, a 1920-ban bolsevikok elleni harcot segítő magyarokra, a II. Világháborús lengyel menekülteknek nyújtott segítségre, és ami nagyon fontos, 1956-os forradalom idején a lengyelek által nyújtott segítségre, az antikommunista ellenzék kapcsolataira és a jelenkori sokrétű közös tevékenységekre. Az ünnepségen Zsesov és Gorlice képviselői is köszöntötték a résztvevőket. A megszólalók mind arról beszéltek, bíznak benne, hogy a jövőben is hasonlóan jó és szoros viszonyt ápolnak majd Nyíregyházával. A városban működik egy baráti kör, illetve a nyíregyházi lengyel nemzetiségi önkormányzat is. Létszámuk évről évre nő, és egyre többen ismerik meg tevékenységüket. Összefogásunk példaértékű egész Magyarországon, barátaink őszinte és segítő együttműködésével sikerül olyan közösségi kovácsolódnunk, amely nem csak az örömökben, hanem az erőt próbáló időkben is együtt van. Az ünnepségen kihirdették a Lengyel-Magyar Két Jó Barát címmel rendezett játékos csapatverseny eredményét. A Bem József Általános Iskola által szervezett vetélkedőn 7. osztályosok mérték össze tudásukat. A versenyben a fehérgyarmati diákok szerepeltek a legeredményesebben, de a Bem csapata is elismerést kapott, mivel ők versenyen kívül indultak, de a legtöbb pontot gyűjtötték össze. A beszédeket egy kulturális ünnepi műsor követte, amelyen fellépett egy gorlicei zenekar is, illetve egy ének és táncegyüttes Zsesovból, Nyíregyházát pedig a Szabolcs táncegyüttes képviselte a Lengyel-Magyar Barátság napi rendezvényen.